Sziasztok! Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót, meg biztattatok, meg hogy örültetek, nagyon jól esett. Hát mert azóta történt, képzeljétek el, az egy említett témában változás. Mostanában ilyen bérlés, eladás dolgokban kell gondolkodnom, ami hát szerintem nem annyira egyszerű, meg nagyon felelősségteljes dolog egy ilyen döntést meghozni, és pont azon gondolkodtam, hogy ugye mindannyian tudjuk, hogy Apóc nem állt a földön a két lábával, de amikor fontos dolgokban, fajsúlyos dolgokban kellett dönteni, akkor azokban ő rendkívül jó volt, és nagyon-nagyon jó döntéseket tudott hozni éles helyzetben, úgyhogy mindig rá tudtam magam bízni 100%-osan. Kicsit visszamegyek az időben, és majd a videó végén meg fogom mutatni az autókat. Amikor ő meghalt, akkor cseréltünk kocsit, biztos emlékeztek rá, hogy volt nekünk ez a Skoda Fabia, amit megvettünk motorhibásan, és pont akkor próbáltunk megválni tőle azokban a napokban, és közben pedig ugye kellett egy másik autó helyette, és itt a faluban egy ismerőstől vásároltunk meg egy Nissan Almerát, nagyon szép ilyen almazöld járgány, már akkor is korrodálódott rendesen, de hát annyira kedvező áron tudtuk megvenni, hogy meg hát nem is volt más lehetőségünk. 95-ös, tehát akkor volt 24 éves, most már 27 éves a járgány, és akkor közben elvitték a Skodát is, hát akkor én gondolkodni nem tudtam, úgyhogy igazából aki amit kínált, amit ajánlott, arra azt mondtam, hogy jó, persze legyen. Na és ezt a kocsit használtam az elmúlt 3 év során, imádtam egyébként, vagy imádom, nagyon-nagyon jó autó, soha semmi baja nem volt, képzeljétek el, egy ilyen öreg járgánynak. Egyedül a kipufogót kellett cserélni, de annak is csak az a hátsó részét, ami mindegy, nem tudom. Úgyhogy, ja, de hát aztán lejárt a műszakia, és ja, volt a kormánynak ez a rendelete, sok meglehetősen furcsa rendelet között, hogy a lejárt műszaki vizsgáló autókkal is lehetett járni, hát persze mindenki boldog-boldogtalan ezt kihasználta, miért vinné az ember műszakira a kocsiját, ha nem muszáj, nem? Úgyhogy én is így voltam vele, már tavaly októberben lejárt, de hát egészen egy pár héttel ezelőttig lehetett használni a kocsit. Hozzá kell tennem, hogy amikor lejárt ez a műszaki vizsga mentesség, akkor én vittem apukám kocsiját műszakiztatni, hát ne tudjátok meg. Odaálltam reggel 6:30-ra, úgyhogy tudomásom szerint 8-kor nyitott a vizsgaállomás, később kiderült, hogy nem, már 6-kor elkezdték. 6:30-ra odaálltam, és 14:30 volt, amikor eljöttem onnan. Kegyetlen, 6:30-kor már legalább 40 autó volt előttem, úgyhogy ezt 2 év múlva mondtam is, hogy 2 év múlva el fogjuk vinni műszakira egy hónappal azelőtt, hogy lejárna, mert 2 év múlva ez a nép megint ott lesz műszaki vizsgán. Na, de a lényeg, hogy amikor kimentem Angliába turnézni, akkor onnan az ember egy kicsivel több pénzt tud hazahozni, mint az itteni havi kereset, és akkor az volt a cél, hogy veszek egy autót. Na most itt nem kell a nagyon nagy összegekre gondolni, tehát a millió forintot nem éri el ez a gázsi, de a lényeg az, hogy hát hazajöttem, és itt volt a nagy dilemma, hogy mit csináljak, csináltassam meg ezt a Nissant, tehát akkor ki kell lakatoltatni, meg kell csináltatni az egész karosszériát, újra fényezni az egész kocsit, és akkor használom ezt. És akkor nem veszek másikat, úgyhogy nekem ez egy hatalmas dilemma volt. Ez úgy jobbnak tűnt, vagyis hát olyan járhatóbbnak tűnt számomra ez a megoldás, de Levente biztatott, meg erősködött, hogy nem, próbáljunk meg másikat keresni, és igazából ő nézegette a használt autókat. És hát én úgy megadtam magam, hogy hát majd lesz valami, majd alakul valahogy, én ebben nem tudok dönteni. Amúgy is én hogy vegyek egyedül autót? Én nem tudom, hogy nézzem meg? Hogy döntsem el? Nincs is olyan ismerősöm, akit oda vihetnék, hogy tényleg autószerelő, és akkor itt felcsípem a faluban, és akkor megkérem, hogy jöjjön el velem, és nézze át. Tehát annyira szűkek voltak a lehetőségek, hogy,
hogy teljesen csak vártam nagy megadóan, hogy mi lesz. És akkor Levente küldött egy linket, szintén egy ugyanez a Nissan Almera, ami nekünk van. Most Egerben, egy egri kereskedésben volt, és hát persze ezek a kocsik, hogyha úgy vannak fotózva, akkor nagyon jól tudnak kinézni. Átmondom, ez nekem nagyon jó lesz, ugyanaz a járgány, rohadást nem látok rajta, ennek meg csak annyi volt a baja. Úgyhogy amúgy volt olyan, hogy elvittem gumicserére, téli gumicserére, és akkor megkérdezte az űrgi, hogy de hölgyem, hova tegyem az emelőt, mert ott már nem tudott az emelő megkapaszkodni, na mindegy. Amúgy csak a jobb oldala vészes, a bal az egyáltalán nem. És akkor közben meg küldött egy másik linket, Dunakeszin lévő kereskedésben volt egy szintén Nissan Almera, de ez szedán és ötajtós. Ja, ennyi. És hát árban meg nagyjából ugyanott. Ez talán egy nagyon picivel volt drágább. És közben pedig, hát én már elhatároztam, hogy jó, hát akkor a másnap elmegyek Egerbe, aztán megnézem, aztán majd lesz, ami lesz. De nagyon-nagyon drága barátunk Súlyos Gyuri, nekünk Súlyos, ő az, aki mondhatni rendszeresen érdeklődik Messengeren, hogy vagyunk, nőnap, születésnap, névnap, mindig ír egy-egy kedves mondatot, vagy szimplán csak megkérdezi, hogy csokkolom, hogy tetszik lenni. És mivel ő Eger közelében lakik, ezért megkérdeztem tőle, hogy esetleg nincsen útja Eger felé, nem nézné meg ezt a járgányt. De azt mondja, szívesen elmegy, megnézi. Hát fantasztikus, ő neki, tehát ő ért az autókhoz. Úgyhogy el is ment, képzétek el, és közben elküldtem neki ezt a másik linket a Dunakeszin lévő kocsiról, és el is ment, megnézte, és akkor hívott, hogy ez felejtős. Ő már csinált közeli fotókat, hát persze itt rozsda, ott rozsda, mit tudom én, úgyhogy mondta, hogy borzasztó lepukkant állapotban van, úgyhogy ezt felejtsem el, hagyjam. Még jó, hogy nem mentem másnap Egerbe teljesen feleslegesen. És na jó, rendben van, és akkor mondja, hogy a képek alapján szerint ez a másik jobbnak tűnik. Na jó, van, mondom, Gyuri, de én ezt hogy a pitlákba döntsem el? Hát most kívülről nagyon szép, és mi van, hogyha a Skoda is kívülről gyönyörű volt? Ja, csak amikor kifizettük, meg elhoztuk, 30 km múlva már okátta a fehér füstöt hátul. És akkor úgy voltam, hogy én nem akarok még egyszer így járni, mert már ráadásul egyedül hogy a fenébe oldjak meg egy ilyen problémát. És képzeljétek el, hogy a Gyuri felhajtotta valami ismerősét, aki Dunakeszin lakik, és anélkül, hogy nekem szólt volna róla, elküldte a srácot ebbe a kereskedésbe. Aki megnézte az autót, körbenézte, beindították, azt hiszem, talán nem tudom pontosan, lefotózta egy kicsit alaposabban, és akkor üzente, hogy baromi pöpec, és hogy ő biztos, hogy megvenné. Úgyhogy hát fantasztikus segítség volt, mert mondom, én nagyon féltem ettől az egésztől, egy autóvásárlás az egy egyedülálló nőnek szerintem egy nagyon komoly feladat. Úgyhogy aztán szerintem már másnap el is mentem érte, és megvettem, úgyhogy majd fogom mutatni, gyönyörű járgány. Tegnap a repülőt is így mutattam. Nagyon-nagyon szép, és nagyon szeretem, tiszta szerelmes vagyok a kocsimba. Fantasztikus. Igen. És hát ennyit így a Nissanról. Hát nem új, már 19 éves amúgy. Ja, apropó, 19 éves. Benjamin ma 19 éves. És a tortája készül, úgyhogy ezt most meg fogom csinálni itt. Megsütöttem a tésztát, ezt ketté vágtam. Sajnos a tyúkok csak 4 tojást adtak mára, úgyhogy ez egy 4 tojásos tészta, elég kicsike, de nem baj, nekünk nagyon jó lesz. És citromtorta lesz. Csináltam citromkrémet, nagyon finom. Nehezen akar citromossá válni, 2 egész citromleve belement. Na, és akkor ez úgy lesz, hogy a kisebb megy fölülre, mert nem is teljesen egyforma.
Szóval 19 éves az én gyönyörűséges járgányom. Na és akkor a másik az meg eladó. Hát hihetetlen, hogy mi megy. Hihetetlen. Felvettem a használt autóra. 27 éves, erősen korrodálódott, nincs rajta műszaki vizsga, a forgalomból is kivonattam. Mert hogy minek, ugye? Most nem lehet használni. És akkor gondoltam, hogy meghirdetem, kőkemény 100 darab ezresér van fönt a használt autón. Valahogy én úgy gondolkodtam, hogy mondjuk akinek van lehetősége házilag vagy anyagáron megcsinálni a karosszériát, leműszakiztatja, van egy tök jó autója, tök jó, tök jól megy, tényleg semmi baja nincsen. Ez mégiscsak egy, nem egy téli kabát, ez egy autó, egy gépjármű. Jó, tudom, nagyon öreg, meg minden, de hát akkor is azt gondolom, hogy megtalálhatja a gazdát. Na, feladom a hirdetést, kezdetek el. Rákattintok a gombra, hogy hirdetés feladás, 40 másodperc múlva telefonál egy ürge. Ő neki ez mindenképpen kell. Ő ma eljön, ma, ez este volt, olyan 6 óra környékén. Jó, rendben van. Kicsit úgy meg is ijedtem, hogy gyerekek nem voltak itthon, mármint, hogy Benyámin sem volt itthon. Elmondom, ez annyira nem buli. Ide jön egy vadidegen ember, és itt is mondjuk, hogyha tényleg szerződést írunk alá, akkor lehet, hogy be kellene hívni. Felhívtam egy ismerősömet, hogy nem jönnél föl esetleg, hát persze pont nem volt itthon. Na mindegy, úgy voltam vele, hogy majd biztos, nyilván nem, mondjuk nem jövünk be, hanem motorházadőn is lehet írni. Volt bennem egy kis félsz, na. Ez a lényeg. Ja, és akkor mondja, hogy de senkinek ne mutogassam addig. De onnan nem telt el egy perc. Jó, rendben van, senkinek nem mutogatom. Leteszem a telefon. 5 perc múlva csörög a telefon. Hív egy ürge, hogy hát ő mindenképp szeretné megnézni ezt az autót. Hát mondom, az a helyzet, hogy éppen várok valakit, de akkor legyen az, hogy egy ilyen bő óra múlva telefonáljon újra. És akkor megmondom, hogy mi lett, elvitte vagy nem vitte. Jó, egy óra múlva telefonál. Jó, rendben. Tényleg letelik egy óra. Hát mondom neki, hogy az a helyzet, hogy még nem érkezett meg ez az illető, úgyhogy várjunk még esetleg egy kicsit hát, ha megérkezik. Jó, akkor ő egy fél óra múlva újra telefonál. Közül felhívtam ezt az első pacákot, felesége vette fel a telefont, mondanom sem kell, már a telefonja óta eltelt másfél óra. Na, jó napot kívánok, a férje azt mondta, hogy ma eljönhet az autót megnézni, azt mondja nekem, hogy jaj, most küldtem le a pékségbe. Hát, nem hiszem el komolyan. Tehát az szerint, amit nekem mondott, neki már úton kellett volna lenni, sőt, már gyakorlatilag itt kellett volna lenni, de őt a felesége 10 perccel azelőtt leküldte a pékségbe. De azt mondja, ha visszajön a férjem, akkor szólok neki, hogy hívja fel magát. Jó, rendben van, várom akkor a hívását. Na kérem szépen, ahogy ez a kanál nem hívott telefonon, úgy nem hívott ez az ürgese, azóta se persze természetesen, tehát ez így elment a süllyesztőbe, ami nekem egy totálisan új jelenség volt. 3 nappal ezelőtt volt az egész, ma már röhögök egy ilyen telefonálon. Akkor ez ennyi, akkor a másik felhívott fél óra múlva, és mondom neki, hogy akkor gondolja, akkor jöjjön el megnézni az autót. Jó! Ő akkor mikor hívhat reggel? Hát mondom, engem már nyugodtan 4-kor is lehet hívni, bármikor, jöjjön akkor. Jó, akkor ő 8 óra körül telefonál. Jó, rendben van. Másnap reggel, elmúlt 8 óra, mondja Benjamin is, hogy te anya, ez az ember nem telefonált. Hát mondom, kislánya. Azért ez már gáz, nem? Kisfiam, hát ez tényleg nem telefonált. De majd egy fél óra múlva, vagy 9 körül megcsörgetem, megkérdezem, hogy mi van. Ugyanis közben meg egy pacák már hívott 7-kor, csak azt nem hallottam, küldött SMS-t, és akkor visszahívtam őt, mondtam, hogy hát akkor éppen várok valakit, de mindenféleképpen fogok jelezni, hogyha nem sikerült nyílbe ütni a bizniszt. Úgyhogy ezt a második érdeklődőt fölhívtam. Mondjuk, jó reggelt kívánok, ne haragudjon, csak arról volt szó, hogy hívni fog, csak szeretném megkérdezni, hogy akkor jön-e. Azt mondja, épp most öltözöm, 10 perc múlva indulok. Jó, rendben van, akkor várom, körülbelül másfél óra múlva Budapestről itt van. Közben mindenkinek elmondtam, hogy ezzel az autóval most nem lehet kimenni a forgalomba,
tehát vagy trélerrel lehet elvinni, vagy beszaladunk az okmányirodába, egy pillanat alatt akkor visszahelyeztetem a forgalomba, és váltok rá egy útvonal engedélyt, és akkor lehet vinni az autót teljesen hivatalosan, szabályosan. Tehát ő fölöltözik, és 10 perc múlva indul. Eltelik 1 óra, 2 óra, 3 óra, sehol senki, mind a mai napig nem érkezett meg. De nem szólnak. Nem szólnak, tehát azt mondja, hogy indulok, majd nem indul, de nekem nem szól, hogy ne várj, te barom, mert meggondoltam magam, vagy csak szélhámos vagyok, és csak gondoltam, telefonálok egyet. Na mindegy, nem jött, akkor ez a harmadik ürge, fölhívom őt, aztán visszahívott, hogy... És akkor kedvencem, mit lehet tudni az autóról? Jó, hát jogos, mit lehet tudni az autóról? Milyen motorja van? 1.4-es. Jó. Milyen a karosszéria? Nagyon-nagyon úgy fotóztam amúgy, hogy jól lehessen látni, hogy mennyire korrodálódott, tehát közelről van lefotózva. Mondom neki, hogy milyen, amúgy motorikusan tök jó, bla bla bla, nincs műszaki, forgalomból két, tehát ugyanazokat a köröket szépen megint lefutottam, elmondtam, és jó, azt mondja, akkor ő mindjárt átgondolja, és akkor megbeszél a feleségével, és akkor lehet, hogy ma el is jönnek, jó, rendben van. Na, ő egyedül nagyon fazon volt, mert egy fél óra múlva visszahívott, azt mondja, hogy nem, mégsem ezt ártalan. Hát nagyon megköszöntem neki, hogy visszahívott. Na, és akkor ezután jött a nagy buli, mert én marha felraktam a marketplace-re. Hú, hát azt nem kellett volna. Az őrület volt. Folyamatosan csipogott a telefon. Ez meg van még? Ez meg van még? Ez meg van még? Igen. Kérhetek egy telefonszámot? Amúgy benne volt a hirdetés. Persze. Megadom a telefonszámot, fölhív. Aduk érte 50-et! Hát mondom, nem, ne haragudjon, de szó se lehet róla. Körülbelül olyan 10-12 ilyen telefonhívásom volt. Adok érte 50-et, adok érte 70-et, mennyire engedem le. De akkor még úgy voltam vele, hogy hát basszus, semennyire nem engedném le, hát még két napja hirdetem, vagy egy. Tartsuk már még egy kicsit az árát, hát ha. És hát aztán annyira irritálóak voltak már ezek a telefonhívások, hogy fogtam és levettem a marketplace-ről a hirdetést gyorsan, megszűnt a telefon csipogás. Úgyhogy most itt tartunk, ja, és akkor tegnap este felhív egy ürge, hogy mit lehet tudni az autóról, elmondtam ugyanazokat, és hogy engedek-e az árából. Hát mondtam neki, hogy nézze, hát 80-ig le tudom engedni, mondjuk annál lejjebb már semmi szín alatt, de amúgy ilyen adok érte 50-et ilyenből volt, vagy egy 4 körülbelül. És 80 ezerért akkor el lehet vinni. Azt mondja, hogy fú, hát ő már szíve szerint most este elindulna, de hát ez már ilyen 8:30-9 környékén volt, nem, hát mondom, már későn tegyük ezt, tehát holnapra. Azt mondja, jó, hát akkor ő 10 órakor fog telefonálni, hogy mikor érkezik. Most van, délután 1:45, ez a telefon még nem jött. Mondtam is neki tegnap este, mondom, hogy ha mégis kialudná magát, és reggelre meggondolná magát, csak annyit kérek, hogy legyen szíves, szólj. Ő biztos, hogy nem gondolja meg magát, 100%, ő bármennyit alhat, biztos, hogy jön, tutira jön. Most egyszerűen meg vagyok teljesen döbbenve. Hát miféle morállal élnek az emberek? Hogyan gondolkodnak? Hogy, tehát döbbenet. Nekem az egyik gyengém a pontatlanság, tehát amikor valaki egy ígért időt nem tart be, a másik pedig, amikor valakinek a szava nem ér semmit. Valamit mond, és annak nincsen valóságtartalma. És az úgy neki jól van. Tehát, hogyha mondok valamit, ha ígérek valamit, akkor azt mindenféleképpen, ha amennyire rajtam múlik, mindent megteszek, hogy az ígéretemet betartsam, ha pedig mégis akadályoztatva vagyok, nem az én hibámból, saját hibámon kívül nem tudom az ígéretemet teljesíteni, akkor pedig szólok, hogy bocsánat, de ez történt, nem tudok mégse menni, vagy nem fogok odaérni, vagy az nem tudom teljesíteni, amit neked megígértem.
Elképesztő, elképesztő. És most elállhat itt ez az autó bármeddig, igazából lényegtelen, de hogy hány ilyen lesz még. Na jó, mindegy, ennyit az autókról. És akkor közben pedig, tegnap említettem, hogy Benjaminnak lakást szeretnénk bérelni. Az volt az ő elképzelése már nagyon-nagyon régóta, hónapok óta erről ábrándozik. Ilyen picike lett. Majd mindjárt díszítem egyébként. Már most fogom díszíteni. Azt mondja, hogy most tették, ide tették. Van nekem ilyenem. Azt, hogy van ez, itt kihúzom, és akkor nyomom. Csak nem tudom, ez nem működik rajta. Legalábbis én nem jöttem rá, hogy ezt hogy... Ja te, behajtja! Ó, na jó, szuperke. Na jó, majd meglátjuk. Ezt itt lecsavarom. Kivesszük a betétet. Betöltjük a krémet. Ez lehetett volna ez a krém egy kicsit... masszívabb is, de annyi citromlé belement, mert nem akar citromos lenni. És tehát, hogy lakást. Hát azért ez egy Pesten lakást bérelni, nagyon húzós, de ő rengeteget számolt, és gondolkodott, és úgy gondolta, hogy ha nem is az egészet, de azért meg tudja keresni a rávalót. És hát kollégiumról hallani sem akar, meg nincs is amúgy férőhely. Na mindegy, így úsztunk ezzel a kérdéssel, meg egyébként is el voltunk foglalva az érettségvizsgával, de hát most már tehát el kellett kezdeni nekem is komolyan venni, és akkor elkezdtünk nézegetni az ingatlan.com-on albérleteket. Most nagyjából úgy néz ki egy ilyen egyszobás lakást, viszonylag jó helyeken, 9., 12., 11. kerületben. Ha szerencséje van az embernek, akkor lehet bérelni egy olyan 120-130 ezer forintért, 150-ért, tehát így mozog, ebben az árban mozog. De hát ez egy nagyon-nagyon sok pénz nekünk, de valahogy így mégis ebben gondolkodtunk, és aztán kezdtünk szobákat nézni, tehát amikor van egy lakásban három szoba, és akkor kiadják mondjuk három diáknak, és azokat lehet már 65-től mennek fölfelé az árak. És már úgy Benjamin is valamennyire megbarátkozott vele, ezzel a lehetőséggel. Na és volt is egy 65-ért 10.000 forintnyi rezsivel mindösszesen. Fú, mondom, ez nagyon jó. Vasárnap volt, hát mondom, figyelj fiam, még vasárnap reggel még nem telefonálunk, megvárjuk a délután, mert mégis azért nem illendő. Aha, ez nem lesz jó, hogy ez nem fog mutatni semmit ez a krém. Ki kell egy kicsit szednem. Hívjuk fel délután. Délután már nem volt fönn a hirdetés. Ha mondom bele, én életemben nem keresem albérletet. Soha. Hát mondom, ez hogy lesz akkor így? Itt nagyon-nagyon résen kell lenni. Nem lehet lacafacázni, nem lehet várni semmit sem. Hanem ott kell lenni, figyelni kell és hívni kell. Volt egy minigarzon, ami úgy szóba jöhetett volna. De ott eléggé sokat vacakolt az űrge, hogy mikor lehet megnézni, mert hogy laknak benne, és akkor ott azzal a lakóval kellett egyeztetni, hogy pont holnap mentünk volna megnézni. Az lett volna 90-ért, 13 négyzetméteres kecó. 13 négyzetméterben minden. Szoba, konyha, fürdőszoba, irtózatosan picike. De hát mondjuk egy fiatal srácnak jó az. És mondom neki, mikor is, tegnap reggel fölkeltünk, és mondom, Benjamin, most albérletet fogunk keresni. Mert hogy attól tartok, hogy itt megy ez a rettenetes gazdasági válság, ja, megint kaptunk egy új hideg zuhanyt a nyakunkba, tegnapi rendelkezéssel, most már nem fürdünk annyi vízben, meg nem hagyjuk a villanyt égve, és így tovább, és így tovább. Baromi kíváncsi leszek rá. Mit akartam mondani? Úristen. Ja, hogy haladni kell, mert fel fogják nyomni az árakat szeptemberben. Hirtelen csillagos évben. És akkor 7 óra 40 volt, egy új hirdetés volt fönn. 9. kerületben, 20 négyzetméteres lakás. Lehetett látni a fotókon, hogy egyterű
mert egyetlen szoba, és akkor abban ki van alakítva egy pici kis konyharész, egy kis hűtővel, kis tűzhelyel, mikróval, és fürdőszoba, WC az külön helységben, nagyon kis pöperc, szépen felújított, modernül berendezett. Hát mondom, fiam, azt ezt azonnal föl kell hívni, úgyhogy 7:40-kor telefonáltam, amit egyáltalán nem illik. Fölvesz az ügye, halló, hogy bocsánat, nem zavarok, hát, hogy én ébresztettem föl, hú, mondom, nagyon sajnálom, de érdekelne ez a lakás. Na nézzük ezt a díszítést, hogy mit csinálunk. Azt mondja, hogy... Aha. Amúgy működik, megmutatom, nagyon jó. Ilyen kis rózsákat fogok rá csinálni. Csak le fognak csúszni. Úgyhogy sűrűn elnézést kértem, mondom, hogy érdekelne bennünket ez a lakás, mikor lehet megnézni. Akkor mondta, hogy este 7 órakor, hú, mondom, akkor Benzsókám, este 7-kor ott vagy, fiam. És amennyiben azt mondod, hogy ez szerinted jó, megfelel, akkor lecsapunk rá. Úgyhogy így is történt. Mikor ott volt a gyerek, akkor felhívott, és akkor beszéltem a pacákkal. Ott azonnal le kellett foglalózni. És az volt a vicces az egészben, képzeljétek el, hogy a gyerek ment hétre, már az űrge, mert az ingatlan közvetítő volt, 4:48-ra is megbeszélte egy kuncsaftal 7:30-ra is, és másnapra, azaz mára még vagy 5 ügyféllel meg volt neki beszélve, és mondtam neki, hogy hát akkor legyen szíves azzal kezdeni, hogy ezeket lemondja, és már 4:48-as embert se engedi be, a 4:48-as meg a 7:30-as is már ott állt a ház előtt, a kapu előtt, úgyhogy mondta Benzsó, hogy nagyon kellemetlen volt neki, hogy így le kellett mondani az ügyfeleket. De a lényeg, hogy megvan a kecó, sikerült, úgyhogy nagyon örülök, mert mégiscsak egy önálló lakás, nem mással kell együtt laknia. Ugye ő nem volt kollégista soha, hát ez úgy lett béna, ahogy, de valami nagyon. Fenébe, ezt a krémet szerintem be kéne fagyasztani inkább. Mit csináljak? Nem lett jó. Nem lett jó. Olyan lett. Folyik. Nem áll meg. Na mindegy, nem fagyasztok én már semmit. Majd így berakom a tortát, följebb veszem a hűtőt. Szóval nem lakott ugye kollégiumban, meg nem lakott soha együtt senkivel, és ez volt az elképzelés, hogy akkor ezt próbáljuk meg. És ami a megdöbbentő, hogy már júliusra ki kell venni, úgyhogy már gyakorlatilag hétfőn aktualizálódik a dolog. Na, jó, ez ennyi ez a torta. Rárakjuk a gyertyákat. Hát majd édesanyám fog átjönni, megtalál a tesóm este, és akkor ezzel felköszöntjük a nagy 19 évesünket. Ugye ígértem, hogy folytatom ezt a bibliás témát, és igazából készültem is, de azt hiszem, hogy most ezt inkább elkezdtük egy másik videóba, mert a tegnapi videó is egy óra hosszás lett, úgyhogy ha felraktam a gyertyákat, akkor inkább kivegyek, megmutatom a járgányomat, mert azt nagyon szeretném. 19 darab, szóval akkor egy. Egyébként a következő pontja ennek a bizonyos hegyi beszédnek, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ha lehet, hogy mégiscsak belevágok. 1, 2, 3. Ja, lehet, hogy a gyertyát is már mire bele kéne inkább tenni, mert ez elúszik a krémben. Ja. Boldogok, akik sírnak. Elgondolkodtató nagyon. És azon gondolkodtam, hogy miért szokott sírni az ember. Már mondjuk egész csecsemő kora óta üvölt, ugye, mert valami nincs neki, valami hiányzik neki. És akkor arra jutottam, hogy akkor sír az ember, amikor valami veszteség éri. És megnéztem amúgy a német és az angol bibliát is, és ott az van, hogy boldogok, akik gyászolnak. A gyász szó az hétköznapi értelemben véve az egy halálesethez kapcsolódik. De tulajdonképpen bármilyen veszteséget tudunk gyásznak nevezni. Lényeg az, hogy az embertől elvétetik valami, ami nincsen.
Ez nem csak anyagi dolog lehet, ez lehet, lehet mondjuk az önbecsülés, mondjuk valaki megbántja a másikat, csúnyán beszél vele, megsérti, akkor is elvett tőle valamit, azért is szokott sírni az ember. Egy kisgyerek mondjuk sír azért, mert elvették a játékát, vagy nem kapott fagylaltot. Nagyon sokrétű ez, és nagyon sokat lehet erről beszélni, hogy miért sír az ember, de summa summarum az a lényeg, hogy valamilyen veszteség ér, akkor sírok, mert valami nincs, ami az enyém volt, és ahhoz én ragaszkodom, azt én szeretném. Ez lehet valamilyen anyagi dolog is, de lehet valamilyen lelki dolog is. És utána néztem a Bibliában annak, hogy hogy Jézus, hát nem kellett utána nézni, mert ezt tudtam, hogy Jézus is sírt. Két alkalommal van leírva a Bibliában, hogy Jézus sírt. Na és kikerestem ezeket, hogy mi miatt. Az egyik eset az az volt, amikor Lázár, biztosan mindenki ismeri Lázár történetét, akit Jézus feltámasztott, holott Lázár már 4 napja halott volt. Lázár tehát beteg volt, és a testvérei, Mária és Márta elküldtek valakit Jézusért, hogy jöjjön gyorsan, mert a testvérük nagyon beteg, és siessen, mert meg kell gyógyítani. És akkor Jézus visszaüzente, hogy nyugi, semmi baj, ez nem halálos betegség. És nem ment el. És Lázár meghalt. És 4 nappal később ért oda Jézus, és hát ott volt a gyászoló tömeg, természetesen sírtak, és milyen érdekes, mit mond róluk Jézus, boldogok, akik sírnak. És mondja a két lánytestvér, hogy ha itt lettél volna, azért nem halt volna meg a testvérünk. És itt nagyon érdekesek a fordítások, az van, hogy és Jézus háborgott a szívében, meg hogy elszomorodott, és haragos lett gyakorlatilag. Milyen érdekes, nem? És a farizeusok, tehát akik egyébként a vallás emberei voltak, ott voltak, és azt mondták, hogy hú, nézzétek, milyen, mennyire szerette, hogy így megrendül, hogy sír. Szó nem volt erről. Nem ezért volt Jézus szomorú. És eredetileg, tehát az első reakciója nem is a szomorúság volt, nem a bánat, nem a gyász volt, hanem háborgott, felháborodott a lelkében. Aztán megkérdezi Jézus, hogy hol van, hova tettétek. És akkor mondta Mária, hogy ő gyere, és akkor megmutatom, egy barlangba tették Lázár holttestét, és egy követ hengerítettek a barlang szája elé, és akkor itt mondja a Biblia, hogy Jézus könnyekre fakadt. Na most ezt, hogyha emberi gondolkodás szerint nézem, akkor jó, tényleg lehet, hogy annyira megrendült. Na de hát, miről volt itt szó? Jézus az életnek az ura, aki a halál fölött áll. Tehát ő emiatt nem keseredhetett el, jaj, ezt most elszúrtam, elő kellett volna jönnöm, de sajnos most már késő, hát most már én sem tudok mit csinálni, ez van, gyerekek, és én is borzasztóan sajnálom, és tényleg hát a könnyem is kicsordul, hát nagyon szerettem ezt a családot, hát sorry, ez valóban az én hibám, de most már mit tegyek, és akkor gyászoljunk együtt. Hát ez erről van szó, erről szó nincsen. Tehát nem szomorúságában sírt, nem a gyász miatt sírt. A másik alkalom, amikor sírt, az pedig, amikor ő bevonult Jeruzsálembe. És ez egy híres történet, hogy Szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és a nép, amikor ő érkezett Szamárháton, akkor levették a felső ruháikat, és leterítették a lába elé, és ott hatalmas ujjongással fogadták őt, olajágakkal, mit tudom én, legyezt, vagy ünnepelték, és nagy ovációval fogadták a Jeruzsálembe érkező Jézust. Aki, amikor megpillantotta a várost, akkor megint csak kicsordultak a könnyei. És akkor azt mondta, hogy már figyelmeztettelek benneteket, tehát hozzátok már elérkezett a hívó szó, nektek már meg kellett volna térnetek, nektek már Isten kellett volna keresnetek, már szóltam. Nagyon érdekes, hogy ő Máriának és Mártának is megüzente, hogy nem halálos betegség.
És Jeruzsálem lakóinak is hirdette már az evangéliumot, már hirdette Isten országát, de nem hallgattak rá. És milyen érdekes, hogy amikor Jézus valami miatt sír, akkor itt Jeruzsálemben mindenki ünnepelt. Tehát teljesen ellentétes reakció volt. És hogy miért sírt ő? Hát azért, nem azért, mert veszteség érte mondjuk Mártát és Máriát, hanem azért, mert ezek az emberek nem hittek a szavának. Nem hittek, hitetlenek voltak. Hiába üzente meg, hiába mondta meg, hogy mi Isten akarata, és hogy mi fog következni, hogy Lázár betegség és nem halálos betegség. Nem hittek benne, és Jézus amikor sírt, akkor ő az emberek lelkére nézve, hitetlen szívére nézve sírt, és potyogtak a könnyei. Tehát egy egész más okból. Mi azért sírunk, mert elvesztettünk valamit, valami anyagi vagy valami érzelmi dolgot, Jézus pedig azért sírt, mert nem látott hitet az emberek szívében. És hát, hogyha hit nincs, akkor Isten munkája sincsen. És hogy melyik sírásra mondja azt akkor a hegyi beszédben, hogy boldogok, akik sírnak. Az ember, mikor sír, akkor nem tartja magát boldognak. Jézus meg pont az ellenkezőjét mondja már megint, hogy boldogok, akik sírnak. Hát természetesen arra a sírásra mondja, ami ember szerint való sírás, szomorúság, gyász, hogy boldog vagy. Miért? Mert, hogyha az ember valamit elveszít, ha az ember valamit gyászol, ha azt nem tudja visszaszerezni, akkor esélye van arra, hogy Istenhez forduljon, és innentől kezdve nevezhető ez boldogságnak. Na hát ez így ennyi, a gyertyák most így nem kerültek föl, mert inognak össze-vissza, de már ennyi van. Így lifegnek. Tök jó, nem? Amúgy micsoda egy konstrukció, tehát pont nem jó ezekbe a virágokba. Na mindegy, nem érdekel már az egész így is csálé, de Bencsókám születésnapi tortája. Most akkor kimegyek, és megmutatom a járgányomat. Ezt megfordítom, egy picit a falat fogjátok látni. Levesszük a kamerát, kihúzzuk. Így. És akkor... Most jön az, hogy tadam! 5000 fok, már megint. Remélem nem zártam be a kocsit. Mindjárt. Itt van a crafterünk. Hétfőn viszem műszakira. És figyeljetek, ott van ő. Ott van ő. Ott van az én csodálatosan szép autóm. Na, gyönyörű, nem? Annyira jó lett ez a spoiler. Amúgy sok ilyen Nissant látok az utakon, de nincs rajta a hátulján ez a bigyusz, és ettől annyira vagány, és a többi nem ilyen vagány. Hát egyszerűen, valahányszor kiszállok belőle, mindig így végignézek rajta. Nekem ilyen autó. De hogy? Annyira gyönyörű. Nagyon-nagyon vagesz. Morcogónak hívom azért, mert nincsen előlembléma. Hú, de semmit nem látok. És így ilyen kis morci. Morci az eleje. Nagyon-nagyon szépséges. Ugye? Belül is megmutatom. Patika. Patika állapotban van. 19 éves autóban nincsen egyetlen egy karcolás se. Sehol se. Nagyon-nagyon szép. Szép állapotban van az egész autó. Na, nem hoztam ki a kulcsot, pedig azt akartam mutatni. De kár. Hogy kezdjétek el, hogy belementem egy kátyúba, és azóta villog a légzsáklámpa. Pirosan. És elvittem szerelőhöz, nem tudta kijutni belőle, nem találta a komputer a hibát, úgyhogy villog folyamatosan, és megnéztem, utána nézegettem, hogy olvasgattam, hogy mi ez, és hát ez ilyen típus hiba, és találtam egy videót, hogy lehet ezt megoldani, és a videóban azt mutatják, hogy gyújtást ad rá az ember, megvárja, amíg egyet villog a lámpa, azonnal leveszem a gyújtást. Megint gyújtást adok rá,
egyet villan ez a lámpa, leveszem, ezt megcsinálom négyszer, és a negyediknél ráindítok az autóra, és akkor nem villog utána. És gyakori kérdésekben találtam azt a videót, és ketten is írták, hogy nekik bejött, de nekem nem jött be, sajnos, ugyanúgy villog tovább kutyafáját neki. Úgyhogy imádom ezt az autót, nagyon-nagyon örülök. Soha nem volt olyan kocsim, ami nem rohadt. Nekünk még mindig rohadt az autónk, illetve hát a Skodánk az nem, de hát annak éppen tök mindegy volt. Na, nagyon